Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a telesuli matematika óráján. Kedves nyolcadikosok! Ezúttal meghívlak benneteket egy barangolásra a matematika világában, ahol különböző akadályokkal fogunk megküzdeni, ezért ám nem kell megijednünk. Kérlek, vegyétek magatokhoz a felszereléseteket, hisz szükségünk lesz rá, ugye papírt, ceruzát. A mai alkalommal a rövidített számítási képletekkel fogunk megismerkedni. Röviden az óra tartalmából, hát a rövidített számítási képleteknek a különböző formáit fogjuk megtárgyalni, és látni fogtok néhány megoldott gyakorlatot és feladatot, amit ugye együtt fogunk megoldani, és készítettem néhány feladatot házi feladatnak. Képzeljétek, Pista bácsi a nagyvárosi lakos annyira megunta a tavaszi karantént, a bezártságot, hogy arra gondolt, hogy vesz magának egy telket falun. Ki is nézett magának egy téglalap, egy négyzet alakú telket. Arra gondolt, hogy hát ez elfoglalja az egész részét, az épület, ugye? Mi lenne, hogyha kiegészíteni ezt egy téglalap alakú füves résszel, pontosabban kettővel, és még egy medencét is építene. Az a kérdése Pista bácsinak, hogyan változik az udvar területe, ha oldalhosszait 5 méterrel megnöveli. Legyen tehát a négyzet oldalhossza A, így a megnövelt hossz A plusz 5 lesz nyilván. A területet ugye kiszámíthatjuk úgy is, hogy az egyes területeket összeadjuk. Azaz az A négyzet, a négyzet, nagy négyzet területét, a két téglalap területét, valamint a kicsi négyzet területét. Ez lesz az új területünk. Ugye, hogyha megváltozott az eredeti négyzetünk, megnőtt 5 méterrel a hossza, akkor ezt a területet kiszámíthatjuk úgy is, mint a négyzet területe, azaz oldalhossza a négyzeten, A plusz 5 az egész a négyzeten. Ugye ezt tudjátok, hogy egy négyzetet úgy számítunk, egy négyzet területét úgy számítjuk ki, hogy A négyzet, tehát A plusz 5 szer A plusz 5, itt szorgalmasan ugye összeszorozzuk az első zárójel minden tagját a második zárójel minden egyes tagjával. Végül azt kapjuk, amit az előbb, hogy A négyzet plusz 2-szer 5A plusz 5A négyzeten. Térjünk tehát rá a rövidített számítási képleteinkre, amit említettem az előtt. A plusz, két tagú összeg, illetve különbség négyzetén. A plusz B az egész a négyzeten, ugye az egyenlő A plusz B szer A plusz B, azaz, ahogy az előbb említettem, hogy az első zárójel minden tagját megszorozzuk a másik zárójel minden egyes tagjával, vigyázva az erőjelre, tehát A négyzet plusz 2AB plusz B négyzetet kapunk. Ugyanígy a különbség esetében is, A minusz B szer A minusz B, itt kell különösebben odafigyelni az előjelre. Látjuk, a kettő között a különbség csak az, hogy a kétszeres szorzat előtt pozitív, a különbségnél pedig negatív előjel szerepel. A mértani értelmezés alapján ugye az ábrán látható A plusz B oldalhosszúságú négyzet területe kétféleképpen kiszámítható. A plusz B az egész a négyzeten, vagy A négyzet plusz 2AB plusz B négyzet, mind a kettő ugyanazt eredményezi. Összegezzünk. Két tagú kifejezés, azaz binom négyzete az egyenlő A plusz B az egész a négyzeten, egyenlő A négyzet plusz 2AB plusz B négyzet, vagy különbség esetén A minusz B a négyzeten egyenlő A négyzet minusz 2AB plusz B négyzet. Legyen néhány példa. X plusz 2 az egész a négyzeten egyenlő, ahogy említettük, első tag a négyzeten, aztán
kettős a képletből, szerelső tagszer második tag plusz második tag a négyzeten. Azaz x nézet plusz 2-szer x-szer 2 plusz 2 a másodikon. Az eddigiek alapján, ahogy tanultátok, összeszorozzuk, ugye a közbőső tagba észrevesszük, hogy ott még elvégezhetjük a műveletet, x nézet plusz 4x plusz 4. Következő példa, 3x plusz 1 az egész a négyzeten. Itt már látjuk, hogy az első tagunk két tényezős. Akkor arra vigyázunk, hogy mindenestől emeljük a négyzetre, tehát a 3x-et is. 3x-et emeljük a négyzetre, plusz kettős a képletből, szer 3x-szer 1, plusz 1 a négyzeten. Itt is elvégezve a számításokat, azt látjuk, azt kapjuk, hogy 9x nézet plusz 6x plusz 1 az eredmény, amit nem lehet jobban összevonni. Egy következő példa, gyök 2 mínusz 1 az egész a négyzeten, egyenlő, gyök 2 a négyzeten mínusz 2-s a képletből szorozva, gyök 2 szer 1 plusz 1 a másodikon. Ugye tudjuk, hogy a négyzet tünteti a négyzetgyököt, ezáltal eltűnik a gyök. Tehát gyök 2 a négyzeten az 2, mínusz 2 gyök 2 plusz 1. Itt észrevesszük, hogy az első tag és az utolsó tag összevonható, és végeredményül 3 mínusz 2 gyök 2-t kapunk. Térjünk vissza Pista bácsi esetére. Képzeljétek, Pista bácsinak nem sikerült annyi pénzt összegyűjtenie, hogy megvegye azt a telket, amit kinézett magának, csak a kicsi A négyzet területű teleknél maradt. Tervezget. Arra gondol, hogy hát a kisebb házat épít, elhelyez egy medencét, aztán egy kis rövid, egy kisebb területű füves részt, ám ez így nem tetszik neki. Arra gondolt, mi lenne, ha a füves részt nem oda tenni, hanem másik, oda toldaná másik felől a négyzetecskének. Ezáltal kapott egy A plusz 5 és egy A mínusz 5 méretű téglalapot. Viszont a medencéje, hát az egyelőre csak álom marad. Az érdekli, hogy mekkora területet nyerő tulajdonképpen, az a kérdése, hogy mekkora az EFG téglalap területe az ABCD négyzet területéhez viszonyítva. Hát a terület számítási képlet alapján ugye hosszúságszer szélesség a téglalap területe. Itt is nagyon ügyelünk, ugye, hogy minden tagot minden taggal megszorozzunk, elvégezve a szorzást, a műveleteket, vigyázva az előjelre, azt vesszük észre, hogy a két közbőső tagunk kiesik, mert azonos, és a téglalap területe tehát A négyzet mínusz 5 a négyzeten. Tehát pontosan a kicsi kék négyzetecske területével lesz kisebb a téglalap területe, mint az eredeti négyzetünknek a területe. Foglaljuk össze ezt is, tehát két tag összegének és különbségének a szorzata, algebrailag tehát A plusz B szer A mínusz B, az A nézet mínusz B nézetet eredményez. Mértanilag, ahogy az előbb is láttátok, ha ebből az ABCD négyzetből kiragadjuk a téglalapot, és oda helyezzük mellé, akkor mekkora lesz a területünk? A plusz B szer A mínusz B, azaz A nézet mínusz B nézet. Itt is kétféleképpen számítható ki. Hadd lássunk néhány példát is ezzel, itt össze van foglalva, két tag összegének és különbségének szorzata, A plusz B szer A mínusz B, tehát A négyzet mínusz B négyzet. Legyen a következő példa, x plusz 3 szer x mínusz 3. Az egyenlő tehát x nézet mínusz 3 a négyzeten, ami egyenlő x nézet mínusz 9-el. Következő példánkban az első tagunk két tagú, és ahogy említettem, 2x a négyzeten mínusz 1 a
négyzeten, így lesz belőle 4x négyzet mínusz 1. Következő, 2 gyök 3 plusz gyök 2, szorozva 2 gyök 3 mínusz gyök 2, az egyenlő az első tag a négyzeten, mínusz második tag a négyzeten, azaz 4 szer 3, mivel ugye tudjuk, hogy a 2 a négyzeten az 4, a gyök 3 a négyzeten pedig 3. Itt is elvégezve a számításokat, végeredményül 10-et kapunk. Következő példánk, már törtek esetén is ugyanúgy használható ez a képlet, 1 per 3x plusz gyök 5, szorozva 1 per 3x mínusz gyök 5, ugye első tagot is, második tagot is a négyzetre emeljük, a szabály szerint, ugye külön a számlálót, külön a nevezőt, külön az x-et, valamint a gyök 5-öt, így 1 per 9x négyzet mínusz 5 lesz az eredményünk. Következő példa, hogy kerül ez ide? Vajon? Itt valaki meg is súgta nekem az eredményt, hogy is a kiinduló ötletet, azt mondja, hogy a 23 felírható úgy, hogy 20 plusz 3, viszont a 17, hogy 20 mínusz 3, ugye? Így aztán 20 a négyzeten mínusz 3 a négyzeten, a képletet alkalmazva megkapjuk a végeredményt. A következőkben néhány megoldott feladattal fogunk megismerkedni. Tehát legyen is az első feladatunk, az a plusz mínusz b az egész a négyzeten egyenlő a négyzet plusz mínusz 2ab plusz b négyzet képlet alkalmazásával számítsd ki. Ugye meg is mondja ad a feladat egy kicsi segítséget, hogy melyik képletet kell használnunk a sok közül, csak arra kell figyeljünk, ugye, hogy mínuszos képlet esetében azt használ a különbség képletét, használjuk, ha összegünk van, ugye az összeg képletét. Legyen tehát itt a képlet segítségül, legyen az első példa. 2x mínusz 1 az egész a négyzeten. Na, hogy is van? Írjátok velem egyszerre. Hogy lesz? 2x az egész a négyzeten, mínusz 2-s a képletből szorozva, első tag, azaz 2x szer 1 plusz 1 a másodikon. A 2x a négyzeten, ugye, ott vigyázzunk, hogy mindkét tényezőt emeljük négyzetre, az lesz tehát, hogy 4x négyzet mínusz 4x plusz 1, amit nem lehet jobban összevonni. Ilyen csúnya az eredmény. A B pontban látjuk, hogy nem csak x-ekkel, hanem y-okkal is dolgozhatunk, legyen tehát 4 plusz 3 y az egész a négyzeten, így akkor, ugye már el is végeztétek azóta, 4 a négyzeten plusz 2-s a képletből szorozva 4, szorozva 3 y-nal plusz 3 y az egész a négyzeten. Elvégezve a műveleteket, meg is kapjuk az eredményt, 16 plusz 24 y plusz 9 y a négyzeten. Következő példánk, 5a mínusz 4b az egész a négyzeten. Ugye itt a különbségképletet alkalmazzuk, ugyanúgy az első tagunk a négyzeten, 5a négyzet mínusz 2-s a képletből, szorozva 5a szer 4b plusz b a másodikon, ugye mindent négyzetre emelve kapjuk, hogy 25a négyzet összeszorozva 40ab plusz 16b négyzet. Következő, 2ab négyzet mínusz 1. Ugye egyre szimpatikusabbak ezek a gyakorlatok. Vegyük tehát első tag a négyzeten, úgy mindenestől, mínusz 2-s a képletből, szorozva 2ab négyzet, szorozva 1-el, plusz 1 a másodikon. Az első zárójelben, ugye minden egyes tényezőt az adott hatványra emelve,
kapjuk, hogy 4a négyzetszer b a negyediken, mínusz a közbülső tagban összeszorozzuk az együtthatókat, kapjuk, hogy 4ab négyzet plusz 1. Következő példánál, ugye 1 per x mínusz 1 az 1 per 2x mínusz 1 az egész a négyzeten, itt is alkalmazva a képletünket, minden tagot megfelelőképpen nézetre emelve, 1 per 4x nézet mínusz x plusz 1-et kapunk. És legyen még egy hasonló példa, 2 per 3x nézet plusz 3 per 2 az egész a nézeten egyenlő, 2 per 3x nézet az egész a nézeten plusz 2 szorozva a képletbeli kettős, 2 per 3x nézet szer 3 per 2 plusz 3 per 2 az egész a nézeten, elvégezve a nézetre emeléseket, megkapjuk az eredményt, amit szintén nem lehet jobban összevonni. Második példánk, az a plusz b szer a mínusz b egyenlő a nézet mínusz b nézet képlet alkalmazásával számítsd ki. Legyen tehát x mínusz 2 szer x plusz 2. Ez a diákok kedvence általában ez a képlet, ugye, mert kicsit egyszerűbb, x nézet mínusz 2 a nézeten, ami egyenlő x nézet mínusz 4-jel. Következő példában 3x mínusz y szorozva 3x plusz y-nal, itt is kapjuk, ugye, hogy 3x az egész a négyzeten, mínusz y a nézeten, és végeredményül 9x nézet mínusz y négyzetet kapunk. Következő példánkban ugye a és B is szerepel, ilyen esetben is ugyanúgy alkalmazhatjuk a rövidített számítási képletünket, első tagot mindenestől a nézetre emeljük, ügyelünk a mínuszra, mindig mínusz van, ugye mínusz 5B az egész a nézeten, eredményül 4A nézet mínusz 25B nézetet kapunk. Következő példánk, 3a nézet mínusz b mínusz 5ab köb szorozva 3a nézet b plusz 5ab köbbel, itt is mind a két tagot nézetre emelve, végeredményül kapjuk, hogy 9a a negyediken szer b nézet mínusz 25a nézet b a hatodikon, ugye a hatvány hatványának képletét alkalmazzuk. Legyen a következő példánk, 1 per 2 x mínusz 3 szer 1 per 2 x plusz 3, egyenlő, itt is első tag a nézeten, mínusz második tag a nézeten, elvégezve a hatványozást, 1 per 4 x nézet mínusz 9-et kapunk. És még egy gyakorlat, ugye itt már a gyök is bejön a képbe. Gyök 2 per 3x plusz 2 gyök 6 szorozva gyök 2 per 3x mínusz 2 gyök 6, itt is nézetre emelve megkapjuk a végeredményt. Legyen a következő gyakorlat, a megfelelő képlet alkalmazásával számítsd ki. Hát, ugye, ha egy ilyen nézetre emelést kell elvégezned, mit csinálsz? Előkapod az okostelefonot, és kiszámítod. Igen, ám, de vizsgán nincs ott az okostelefon. És akkor ugye az első gondolat az, hogy 98 a nézeten. Hát megszorzod önmagával. No, de itt van egy okosabb út, és pedig úgy, hogy a 98-at felírod 100-2. És akkor ugye alkalmazhatod a megfelelő képletet, és sokkal hamarabb eljutsz a végeredményhez. Próbál csak ki otthon. Legyen a következő. 2020 a négyzeten. Hát ez hogy írhatod fel? Gondolkodj. 2000 plusz 20 az egész a négyzeten. Itt is az összeg képletét használod, ugye? 2000 a négyzeten plusz 2 szorozva. 2000 szer 20 plusz 20 a nézeten, ugye ezeknek a számoknak a nézetét könnyen ki tudjuk számítani fejben is, ugye elvégezve a számításokat megkapjuk a végeredményt. A C-nél. No, itt hogy járunk el?
47x53. Hát nem másként, mint felírjuk a 47-et úgy, hogy 50 mínusz 3, az 53-at pedig, hogy 50 plusz 3. Így aztán kapjuk 50 a négyzeten, mínusz 3 a négyzeten, az 50-nek könnyen kiszámítjuk a négyzetét fejben, ugye a 3-nak úgy szintén, és megkapjuk a végeredményt. Hát a következőnél is, ugye a 2019/2021-nél hasonlóképpen járunk el, ugye egyik 2020 plusz 1, a másik 2020 mínusz 1, alkalmazva a képletet, megkapod a végeredményt. Legyen egy következő típusú feladat, számíts ki az x négyzet plusz 1 per x négyzet értékét, abban az esetben, ha x plusz 1 per x egyenlő 7-tel. Na hát itt is hogy jársz el? Ugye milyen kérdés? Azonnal rávágnátok, hát az 49. Igen ám, de nem éppen így van. Ugye négyzetre van szükségünk? Hát akkor gyártsunk négyzetet. Négyzetre emeljük a jobb oldalt is, bal oldalt is, viszont a bal oldalon a rövidített számítási képlet alapján emeljük a négyzetre, a megfelelő tagokat leegyszerűsítve, ugye az x az 1 per x-el leegyszerűsíthető, és az marad, hogy x négyzet plusz 2 plusz 1 per x négyzet egyenlő 49-el. Végeredmény pedig x nézet plusz 1 per x nézet egyenlő 47-tel. A B pontjában hasonlóképpen jártok el, ugye csak arra vigyáz, itt arra kell vigyázni, hogy a különbség képletét alkalmazzuk, ugye, és akkor az a bizonyos kettőnk ugye nem kivonódik, hanem majd hozzáadódik a jobb oldal nézetéhez. Következő feladatunk, kicsit másabb típusú, azt mondjuk kéri a feladatot, hogy a szorzás asszociativitását és kommutativitását felhasználva végezd el. Legyen tehát az A alpont. Itt azt vesszük észre, hogy ha az első zárójelet és a harmadik zárójelet egymás mellé tennénk, azaz felcserélnénk, akkor alkalmazhatjuk az A nézet minusz B nézet képletet. Tehát ezt alkalmazva az első zárójelből és a harmadik zárójelből kapjuk, hogy A nézet mínusz 9 B négyzet, szorozva A nézet plusz 9 B nézettel, az egyenlő, tehát A a negyediken mínusz 81 B a negyedikennel. A következő példánkban, azaz a B alpontban ugyanazt vesszük észre, hogy kettőgyök 5 plusz mínusz 1, a kettőgyök 5 plusz 1-jel csoportosítható, viszont a második zárójel a harmadikkal. Itt fel is vannak, ugye, rendezve vannak, mondhatjuk úgy is, elvégezve ugye a képlet szerint, A nézet mínusz B nézet képlet szerint, megkapjuk a végeredményt. Következő gyakorlatban pedig az idő hiánya miatt sajnos nem tudom nektek felolvasni, ezért alkalmazva a megfelelő képleteket kérlek, végezzétek el otthon, ugyanúgy a következőt is, előkészítettem néhány házi feladatot, kérlek, oldjátok meg, csak hogy ne unatkozzatok. Remélem, hogy utunk során leküzdöttétek az akadályokat, mint ahogy a kamerák okozta izgalmakat én is. Szervusztok, a legközelebbi viszontlátásra!